Na hát itt vagyunk már is, vendégünk Tikás Zsolt, Leo, ugye frontember, az Artica Sound és Kőteleki Ricsi keyboard az Artica Soundtól, ugye? Tehát zenével megyünk. Tehát zenével megyünk tovább, mert hogy Karma című dalotokhoz készítettetek egy új klipet, meséljetek egy picit erről. Ez egy korábban készült alap, utána azt feltuningoltuk közösen a Ricsivel, ez egy rockos, metálos zenei alap volt, és amikor kész lett az elektróval feltuningolt zenei alap, akkor adta magát, hogy annyira benne van a köznyelve karma, instant karma, és nagyon, nagyon, nagyon jól, nagyon közelnek éreztem magához ehhez a húzós zenéhez. Miről szól a dal akkor? Igazából körbejártam, elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, és mondom, az emberekben benne van az, hogy karma, instant karma, egy ilyen nagyon egyszerű megfejtés ennek, és igazából ez sokkal többről szól. És a szövegben is ezt próbáltam inkább körbejárni, és a klip is nagyon jól ezt mutatta meg, a lehetőségeket a karmában. De hogyha azt mondod, hogy felturboztátok, akkor ez azt jelenti, hogy kettő szám is létezik? Van a lightosabb, meg a felturbozottabb verzió? Nem, volt egy korábbi verzió, ennek az alapja, egy ilyen rockmetálos anyag volt, és ahogy elkezdtünk 17-től közösen dolgozni Ricsivel, ez a dal is sorra került, és így kialakult ez a mai zene. Úgy vettétek elő, Ricsi? Egyébként azt hozzáfűzném még, hogy vannak nekünk igen lightosabb verzióink a dalainkból, mert több helyen kell játszani. Van, amikor nagy közönség előtt, akkor aztán megy az ereszdel a hajam, és akkor az a full változat, a metán. És vannak akusztik koncertek, ami kisebb klubokban szoktak lenni. Azokhoz egy sokkal egészen más hangszerelést próbálunk el vinni, azt hívjuk mi lightnak. Meséljetek egy picit az Artica Soundról, tehát magáról az együttesről. Mióta vagytok, aki nem ismert titeket, hol lehet veletek találkozni például? Hát a mai formájában 2017-ben jött össze a csapat. Igazából mind a négyen kreatív emberek vagyunk. A Ricsi az DJ is, zeneszerző. A Varga Rókus a dobos, ő szinkronszínész, a Laci az hangmérnök, én pedig építész vagyok. Tehát igazából, építész, színész, igen, hangmérnök, igen. Mi volt még? Tervezel is? Tehát igen, szinkronszínész szint is. Szinkronszínészetek is. Hát igazából ez egy ilyen régi kapcsolat, régi barátság. Tehát igazából ez működteti a zenekart, hogy egy irányba közös a zenei ízlés. Egy ilyen nagyon komplex elektro, rock, akusztik zenét csinálunk, és van egy nagyon jó baráti kapcsolat. És ez nem nehéz, hogy folytatjátok a civil munkát is? Van, ahol ez kizetett nálatok, ez nem kizáró, nem. Tehát tudjátok csinálni. Nem. Megy ez. Ma reggel úgy néz ki, hogy ez a mondjuk úgy, hogy rendhagyó klippeknek a reggele. Nem tudom, belenéztetek-e Horány Júli klipjében, nagyon jó volt. És ez is egy nem hagyományos, mert ez is egy történetre felépülő klip. Tehát klip nem arról szól, hogy négyen megjelentek és elének klitek a dalt. Hogyan született önmagában a klip? Igazából szabad kezet kapott Pásztor Szabi Szkrabó, a videókészítője. Én azt szerettem volna, hogy élj át ezt az egész szöveget, meg a zenét, és vannak élő felvételek a tavaly decemberi Barba koncertenkről, ahol ők felvették az egész koncertet 360 fokos kamerával, tehát a zenekarról a bevágások azok a koncertről vannak, és mellé pedig stock videóból összerakott, ami neki most erről az egész alatt csináltatok egyébként? Igen, ez most friss. Látom az ökölpa, ez véletlen vagy? Ez friss az anyag, igen, ez nagyon mai, ennél sokkal még több direkt utalás is volt a jelenlegi helyzetre, abból vettünk vissza, tehát az első... Nem akartátok, hogy ez... Nem akartuk, hogy annyira, tehát inkább mondom a karmának a fejlődésről, a lehetőségről, a sokszínűségről akartuk, hogy szóljon, ne pedig a aktuál politikáról. Akkor, amikor a két zenét óhatatlanul összehasonlítjátok, ahogy mondtad, a lightabb meg a keményebb verziót, akkor vannak visszajelzések? Tehát melyik tetszik jobban esetleg a saját közönségeteknek? Hát szerintem legalábbis remélem, hogy mindenkinek a full változat tetszik jól, mert nekünk mi abban éljük magunkat nagyon. Attól függetlenül egy akusztik rendezvényen nekünk nagyon nehéz lenne elvinni ezt a teljes anyagot
mert ez olyan, mintha a Prodigy menne valahova akusztik koncertet adni. A teljes anyag az album, ami az album és a full hangszerelt változat, amiben aztán tényleg a drum and bass-től kezdve a dubsteppen át mindenféle dolog megtalálható a zúzda gitárral együtt, tehát ez egy nagyon érdekes kombó. Ellenben kisebb helyeken, ahol akusztik rendezvény van, ott visszaveszünk ezekből a hangszerekből. Egyébként éljük azt is, nagyon érdekes dolgok születnek ebből, szinte minden koncerten más. Teljesen más lehet. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Egy dolgot mondjatok még, hogy hol lehet legközelebb veletek találkozni. Szeptember 4-e Barbatrek, a Bikini Zenekar vendégeként játszunk. Szeretettel várunk mindenkit. Úgy legyen. Köszönjük.